kérdezem. Hát Benedek Péter is a végig özvegy, hogy összehajolnak, hogy suttognak. Hát nem bírom nézni őket. És az csak ide kérdezett ő dolgra. Alig két hete, hogy levette a gyászruhát. Szemérmetlenség így táncolni. Én is özvegy vagyok, de mondjátok, táncoltam én így valaha? Ha volt kivel itt? Te édes! Hallottátok? Azt mondta, hogy édes, és hogy mondta? Ez az asszony elrontja a lányainkat. Nem akarok neked bókolni, Ágnes, de ilyen szép még nem voltál soha. Ma este különösen jól szeretek veled táncolni. Minden férfi téged néz, mindenki beléd szerelmes. Te is, Péter. Én nem. Én tudok magamra vigyázni. Milyen jó volna, ha mi most ketten maradnánk itt egyedül. Feleséged úgyis folyton minket figyel. Van a lelkem. Tessék, Tamás bácsi. Ne nézd őket folyton. Én nem őket nézem. Szabad? Bocsásson meg, Gábor, ma este nem táncol. Kérem, én kérek bocsánat. Abszurdum, ezt kérlek, direkt abszurdum. Ez a Benedek egész este lefoglalja Ágnest. Az előbb kérlek, táncolni akarok vele, szabályosan meghajlok, és Benedek nem adja. Hát nem abszurdum, ezt kérlek. Ez több, mint abszurdum. Direkt sértés. Provokálnod kellene Benedeket. Nem, ne fáradj, nem. Vívó bajnokokkal elvből nem párbajozom. Isten őriz. Nem a te dolgod van, Rózáról akarok neki szólni. Jaj, már megint a Róza. Hát mit csinál, ha szerelmes vagyok. Persze, hát szerelem az nem olyan egyszerű dolog, hogy... Ja, igen. Nem mondom azért, ha Péter beleegyezne, azért én azonnal feleségül venném a Rózát, de nem egyezik bele. Ez így megy már hetek óta. Megbolondította ez az asszony. No, hát ott még nem tartunk, hogy megbolondított volna, hát nem mondom. Róza nagyon csinos asszony, nagyon csinos asszony, de hát az eszemet, ami így nem vette el. Nem magáról beszélek. Hanem hát kiről. Péterről. Legalább itt ne csinálna. Így. Ilyen feltűnően. 10 nappal lesz a háború. Még 10 nap, és elfoglaltuk Szerbiát. Újabb 10 nap, a németek bevonultak Párizsba, és akkor mi diktáljuk a békét. Igazad van. Sietünk el, hogy még idejében kijussunk. Nem szeretném, hogyha nélkülem folyna le ez a kis csepepapír. Szervusznak van itt valami arrafni való? Szervusz, megkaptad a behívót? Minden órában várok. Ágnes, magára haragszom. Egész este Péterrel táncolunk. Velem egy lépés. Hova tette a szemét? Nem látja, mennyivel csinosabb vagyok, mint ön? Hát minden esetre kedvesem. Lovagom fogácsát eszik, engem meg se kínál. Parancsol, tessék. Inkább innék valamit. Pincspesgő. Nem fáradt? Csak reggelig tudnék tárni. Nem akar sétálni? Fontos mondani való. Meghallgathatom itt is. Lehetetlen, meglátják. Amit mondani akar? Azt. Erőszakos ember, hát lehet magának nemet mondani? Lehet, de nem tanácsos. Hová mentek ezek? Anna! Anna lelkem! Milyen gyönyörű éjszaka. Felhő sincs az égen. És mennyi csillag. Nekem is felhős az ég vagy csillagos. Nincs érzékem a romantikáz. Nem szeretem azt, ami messze van, ami meg nem fogható. Lehult egy csillag. Valaki meghal. Háborúban sokan meghalnak. Maga mikor megy Péter? Nem tudom. Lehet, hogy hol van. És visszajön, mint hős. Tele kitüntetése. Büszke leszek magára. Soha többet nem jövök vissza. Mert az is megtörténhetik. Gyere innen, lelkem. Látod, minek is gyöttél utána.
Nem bírom. Elveszi tőlem. De hogy veszi már, ne szabad ilyenre gondol. Hát én jobban ismerem, az én öcsém. Hát szereti a változatosságot. De ne unja ezt is, mint ahogy... Hát ilyet, hát nem szabad ezt észrevenni neked. Kurizáltas te is magadnak, kedves. Na ne sírva, ne sír, mert hát érdemes sírni egy férfiért. Minden férfi gazember. Én is, is az vagyok, mert én 10 esztende hitegetem a rózát, hogy elveszem feleségül, de nem veszem el. Nem, mert megcsalnak. Tamás bácsi, a legjobb lesz, ha én most innen hazamegyek. Botránt akarsz, lelkem, mert ebből az lesz. Ha itt maradok, még nagyobb botrán lesz. Haza kísérlek. Hazamegy állni, és legjobb, hogyha a kertén keresztül megy, akkor nem látja senki. Is megyünk, és egy óra múlva magánál vagyok, jó? Ez vagy neki integetsz? 10 perccel hamarabb kellett volna integetni. Fenye, de jó kedved van. Van, a fenének. Anna hazament. Mikor? Mi? Az elég. Megláttam, mikor Ágnessel csókolóztam. Úgy, szóval leskelőd. Így is lehet mondani, de végeredményben még megláttam. Háj, de csúnya dolog. Az meg fölfogás dolga, hogy ki mit nevez csúnyának, mert mégis csak meg kell békíteni. 50 abba. 50 hozzá. Gyere, hallod? Hallom. 150 a bankta, gyere. Én ugyan nem megyek. 50. Ha meg ez a 100. Nincs tovább. Adok. 8. Nyer. 50. 100. Ne dolgoztas, Péter. Ülj be. De csak egy órára urat, mert nagyon fáradt vagyok. Mennyi a bank? 150. Jöhet szó. Tamás 50-nel benn vagy. 20-szal. 20-szal. Adok. Nem kín. 6. 7. Nyer. Adok. Kérek. Nász. Mi az? Mi az? Mondja, Pikoló. Benedek nagyságos urának mennyi pénz van? Egy egész halom. Hát ha nem lesz előtte egy krajcár, se költsön föl, akkor mehet pénz. Nyert. Köszönöm, urak, nekem elég. Tamás. Húzad be. Szégyed magad, vén lum, még álmodba is a kártyán jár ez eszébe. Gyerünk haza. Menjünk haza. Jó, menjünk haza. Száll gyufád? Neki sosincs egy gyufád. Dehogy, na nekem van. Nekem nem kell, én csak kérdeztem, hogy neked van-e. Bolond vagy, gyufád. Tamás. Hol az altatod? Ott van a szekrény. Tudom, hogy te tudod-e. Te! Okorsz? Nem, csak így áll. Dió pálinka. Nagyon finom. Köszte. Hát ide hallgass. Hát, azért ugye azért egy öreg ember, már úgy gondolom, hogy egy olyan javakorbeli ember, az is lehet szerelmes. Mert azt nem szabad elfelejteni, hogy a Róza az egy kedves, az egy okos, az egy komoly, az egy, és az is özvegyasszony. Nem a Rózába vagy te szerelmes. Hát ki a fenébe?
borjépörkölt ki be, meg a tudós csúszájába, meg a diópálinkájába. Hát abba. Hát azért én elvehetem őtet feleségül, ha beleegyezel. Örülj, hogy nem vagy nős. Beleegyezel? Nem egyezem. Jó, én csak kérdeztem. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, de mi az, Kristóf? A postát hoztam, tekintetes uram. Csak mennek, reggel és este, éjjel és nappal, csak mennek. Fiacskám, behívó? Az édesanyám a behívó. Miért vagy olyan izgatott? Szerintem vártuk, tudtuk, hogy jön. De nem ilyen gyorsan, ilyen hirtelen. Vald be abba reménykedtél, hogy csak akkor kapom meg, ha vége lesz a háborúnak. Sose busulj, nem tartan sokáig. Beszéltem egy vezérkari századossal, hát ő csak tudja. Itthon leszek, mire a levelek le. Isten vele, mama. Isten óvjon, Péter. Valamit szeretnék kérni tőled, Péter. Ugye megteszed? Ha tehetem. Nem voltam soha rossz anyósod. Mindig úgy szerettelek, mint a saját fiam lennél. Ez igaz. Békülj ki Annával, hiszen úgy szeret téged. Nem szabad haraggal elválnotok. Azt én siartvarnám. Köszönöm, Péter. Ne haragudjon. Én már olyan régen nem haragszom. Isten veled. Na Isten áldjon meg, öreg Tamás. A jó Isten áldjon meg. Aztán vigyázz a birtokra, meg az asszonyokra. Ne félj te semmit, vigyázok én az összes asszonyokra. Ha megint Róza jár az eszedbe, vénkúja. Hát igen, nem lehetne... Na jó, tudom, nem. Az Isten áldjon meg benne. Vagyok rád. Gyere vissza hozzám egészségesen. Visszajövök, anyám. Vissza, becsülj egy szavamat. Istenem. Istenem. Pistukám! Mama! Ilyán! Sokára írok, anyám! Thank you.
pihen. Elfoglaltuk Seniszlőt, és hónap után bent leszünk Moszkvába, és fölpörköljük az egész várost. Már érzem is a pörkölt szagát. Azzal? Amint elfoglaltuk Moszkvát, elveszlek feleségül. Szabad! Két kávé? Igen, is, azonnal. Hát hol is hagytuk abba tegnap? Hol is hagytuk abba? Aha, itt. Lássuk. Na, várjon csak. Na. Hát ez a vonal a Marne, az a hegy. Ez itt Párizs, és itt állnak a franciák. Nem meséljen nekem. Itt van a németek vonala, de ne firkáljon itt, elrontja nekem az egészet. Hát figyelj ide. A tervem a következő. Köszönöm. Ez itt a tüzérség, és ez itt Verdun, az a folyó. Igen, és itt állnak a németek. Ugyan menjen innen. Különben bekerítem a franciákat balról. Rossz, már rossz. Ugyan, hát mit ért maga ehhez? Én ezt már 3 év óta csinálom. A semmi, az én unokaöcsémnek dupla nagy ezüstje van. Szóval megrohanom a balszárnyat. Egyszerre szólalnak meg az ágyúk és a gépfegyverek. Tűz, puskatűz, srapnelek ropogása, tankok robogása, repülőbombák robbanása. Benedek Péter százados alázdosa jelentkezik. Hót. Szervusz. Szervusz. Hozati. Hát foglalj. Balog ez a dolga. Szervusz. János főhadnagy. Szervusz. Ardos hadnagy. Szervusz. Földvári zászlós. Szervusz. Be. Benedek. Pongrácz. Foglalj helyet. Szépen vagy dekorálva. Szeretem az ilyen fiúkat. Hát tudsz inni? Csak azt tudok, ezredes. A nőket is szereted. Nem vetem meg. Láttam az imént. Nem lehet rossz ember. Szervusz. Szervusz, ezredes úr. Szervusz. Jó kis vinkó. Az árgyilusát. Nem battok ki ikrek. Én még ilyen hasonlatosságot nem láttam. Magam is azt csodálom, mintha a tükörben néznék. Még jó, hogy bajuszod van, különben összetévesztenélek önmagammal. Igyák is, osztrák. Trinkel. Wolfsein, Herr Hauptmann. Az a szerencsét, kis osztrák. Egy hónap indulunk, különben elcsavarnám azt a szép kis szőke fejedet. Így. Wollen Sie mich erwürgen, Herr Hauptmann? Igen. Februári. Igen, is századok, úr. Hozzá. Parancs, századok, úr. Kérdezd meg, mit patyakott ez a kis szőke? Was haben Sie gesagt? Ob der Herr Hauptmann mich erwürgen will? Százados úr alásan attól fél, hogy százados úr kitekeri a nyakát. Elette marha. Nicht so. Hanem szó. Fünfte Flasche, Herr Hauptmann. Peki, hallo? Azt mondja, ötödik üveg, azt írta. Elette, nem tudsz németül. Az égi beborult. Szerelmes vagy te, kis Földvári.
Az vagyok, százados úr. Hogy hívják ezt a kis jány? Balaton kenesének. Anyja, de furcsa, hogy becézed? A falumba vagyok én szerelmes, százados úr. Halálosan. De melegem van. Megégünk itt a dekkunkban. Két hét óta olyan csönd van itt, hogy a légyzőmögését is meghallani. A saját anyátok nem tudnak különbséget tenni köztetek. Amióta az ezredes ugratásból leborotváltatta Benedek bajuszát, olyanok vagytok, mint két lyuk tojás. Lyukért rendre utasítom, főadnagy úr. Elvégre föllábbalói vagyunk, igazi pongrács. Több tisztelet, kevesebb mazli. Mindig jó kedved van, Péter, hogy az én Istenem áldjon meg. Pedig nincs rá okom. Ez a Jánosi 10 évre előre elnyeri a fizetésemet. Igyász, Péter, az az én kabátom. Hát nem mindegy az. Cigaretta, cigaretta. Igyász, kezdődik, adjátok abba. Mint, kassa, összesadú, csahád, ultimó, 100-as, 200-as, most kezd járni alap. Hála Istennek, él. Te is sérülés. Csípő sérülés. Nagyon súlyos. Pongrád százados úr, vagy Benedek százados úr halt meg? Nem tudom. Annyira hasonlítanak egymásra. Nem ez a kabátja? Utasd csak. Benedek Péter százados. Tegyétek óvatos a hordáját. Száz tíz. De feszes és ritmikus. Nyitja már a szemét, főorvos úr. Hogy vagy, százados úr? Hogy vagy? Még magánál. De ez már kitűnő jel. Két hét óta most mutatta fel először a szemét. Most már biztosan meggyógyul. Mellette maradhatok, főorvos úr kér. Maradhatsz, fiam. Örülni fog, hogyha megismer. Koffein Kálpor. Igenis. Tekintetes úr. Édes gazdám. Százados úr. Megös még. Én vagyok, a Kristó, a százados úr régi inasa. Áldom a jó Istent, hogy megtaláltam. Szóljon már, vagy egy szó. Jaj, a fejem. Fáj, ugye? Nem csoda. Neki szaladt egy bolond gránát. A gránát szétment, a fej megmaradt. De kemény fej, jó fej, magyar. Én is itt volnék, ha meglőtt karommal. Csont ez is befor. Még örvendek is néki, mert
Néki köszönhetem, hogy idehoztak. Ma egy hete, ahogy átmegyek a szobán, ránézek erre az ágyra. Meg is állok rögtön, mint a feszület. Így mondok, te egy pofa gazdámmal. Csak végnyabb az arcozta, Benedik Péter százados. Szóval mégis ő az. Százados úr. Vecsernyi és Nagy Kristóf tizedes alásra jelentkezik. No, köpje ki már, hogy még. Na, fiam, most már elég a beszédből, majd holnap folytatok. Szóval, ahogy mondok, könyvtárszekrény, dohányasztal, ungora. A százados úr hálószobájába almárium, abba tetszik tartani a dohányt meg a pálinkát, honnan lopom. Nem emlékszem semmilyen. Hát szép, azért mesem, hogyha nem fárasztanám. Dehogy fáraszt. Olyan jól esik hallgat. 3 hete már, hogy kitört a béke. Magunk maradtunk a spitályba. Azt mondja a civil orvos, hogy mehetünk haza. Akkor rögtön is. No, hiszé, nagyot fognak nézni otthon, hogyha még gyűjt. Csak egy bánatom van. Hogy ölelem még egy karral a Gyulist. Azt rád bízom. Tessén csak várni. Mutatok valamit. Ezt tartottam utoljára. Tessék. Tekintetes asszony. A százados úr felesége, még a kisfiú az Andriska. Nem emlékszem. Ó, fene, egye ki a büdös gránátját. Te csak légy jó, gyerek, Andriskám. Meglátod, apuka haza fog jönni. Akkor is, annak az apuka is hazajött. Akkor már nem érdem jónak lenni. Andris, itt az ebéd. Nem is, nagymama. Gyere, Annám, egyél már valamit. Nem tudok, anyám. Hetek óta alig nyúlsz ételhez. Egész nap emészted magad. Ennek nem lesz jó vége. Ha megjön, minden megváltozik. Ha megjön. De nem jön meg. Aki él, az már hazajött. A fogsár eset megírta. Amiért nem tudsz belenyugodni abban, mint változtatni? Vissza fog jönni. Valahol én nem tudom, hol valahol él. Minden nap álmodom róla. Édes kislányom, térj eszedre. Naposzat itt állsz az ajtóba. Hát nem gondolsz Andrisra. Rám. Magadra. Ő csinálsz. Nem őrület ez, anyám. Valami, amit te nem tudsz megtenni. 4 évig nem történt semmi baj. Júliusban még írt. Én nem hiszem el, hogy meghalt. Olyan fiatal volt, neki még élnie kell. Várom. Én nem akarom gyászolni. Hiszen így magad is elpusztulsz. Na gyere, fiam, gyere. Anyuka, kérem, hol van Tamás bácsi? Még a köldeken. Röpt lesz. Dolgozik szegény. Most minden esetre ezen nem dolgozok. Ne sietes, földjetrem. Azt szeretném, ha mindent megenne, kicsi katánkórom. Hiszen már csak az árnyéka annak volt. Rosszul nézek ki, ugye? Majd feljavítom én. Esküvő után mindig ágyba reggelizik. Egy kis madártejet habcsókkal, mézes mákos bobajkát, ékverét fiókát. Ne add magad senkitől lebeszélni. Te csak ertesd a te kis fiókádat. Meg majd csak csiripelek. Csirut. Egyetlen rosszé. Na. Mert csak úgy csipeget. Azért csipegetek szívem, mert nekem oda az a 4 ebédet meg jól lennem. Esküvő után csak itthon eszik. Egy kis orjaleves, egy kis kacsa, egy kis borjú, egy kis liba, kis malacpecsenye, egy kis kappan sül. De... A nagyság az, hogy itt van? Igen, Istő tisztelen, itt van. Hát ez egy Isten, jó estét. Kedves főtisztelen, jó tesszük. Köszönöm szépen. Ülj le, Anna.
Ülj le, lelkem. Hírt hoztam. Jó hírt. Én. Péter, én? Anya! Tarasnács, anya! Péter, él! Mit nézel, nem vagyok megőrülve. Főtisztelendő úr mondta, Péter, él. Igaz ez, főtisztelendő úr, igaz ez? Igen, asszonyom, Péter itt van nálam, Kristóffal együtt. Ő hozta haza. Beteg? Megsebesült? Nem. Illetve éppen ezt akarom mondani csak néhány szóval, mert Péter rögtön itt lesz. Ó, itt lesz. Hát akkor egy rendes ruhát kellene fölvennem. Arra már nincs idő. Azért jöttem, hogy megmondjam, milyen csodálatosan megváltozott. A régi vad Péter helyett egy csöndes, kicsit szomorú ember érkezett haza, aki nem emlékszik semmire. Nem emlékszik? Semmire. Gránát sérülés a fején, légnyomás, egy szóval kiesett az életéből minden, de minden, ami azelőtt történt vele. Engem semmi ismert meg. A faluját sem. És lehet, hogy benneteket sem fog megismerni. Éppen azért, lelkem, nagyon okosnak, nagyon erősnek kell lenned. Csak semmi fölösleges kérdés, semmi izgalom. Pihennie kell. Az idő meg fogja gyógyítani. Nagyságos úr! Kedves nagyságos úr! Kedv csókolom csak, hogy megtetszett jönni. Tamás bácsi, ugyan megismert, engem csak egyszerül hátrám, mert sosem felejtelek életet. Isten az úr, téged is, Kristófra, tudunk minden, kedves, köszönjük szépen, hogy hazahoztad. De haza, mert az úgy volt, hogy amikor a Doberdó... Igen, kedves, ne feledd szavadat, itt hatad el a Doberdó. Hónap nékem elmesélek. Úgy nézek rád, mint valami csodára. Az utca találkozom veled, ne ismerlek. Még a hangod is megváltozott. Nézd, szegény, mert egy szót sem tudsz szólni. De minden nap várt téged. De hol várt, Péter? Egy percig se hitt el, hogy meghal. Tudtam, hogy vissza fogsz jönni. Apukám, mit hoztál nekem? Ágyút, itt van a zsebedbe. Hogy is ne? Egy ágyú még te nálad is vagyok, pedig te jó nagy vagy. Hát még te ilyen szép kis huszárt még nem is láttad. Van ám nekem trombitám is. Na ne beszélj. Tamás. Én szeretnék még valamit mondani, Péter. Te? Nem a Rozsikáról. Én csak azért. Péter, de ezen ez a te képed. De miért? Hagyja nálam ezt a két asszonyom. Nem hallhatott meg, őrnagy úr. Az én fiam becsület szavát adta, hogy visszajön. Ő mindig megtartja a szavát. Minden nap róla álmodom. Ne sírjon, drága asszonyom. Lehet, hogy fogságba esett a fia. Sokan vannak még idegen földön. A veszteség listán csak annyi volt, hogy eltűnt. Attól még élve. Ugye? Persze, elrágba esett, visszajöhet.
áldja meg az Isten. Örnagy. Nekem másképpen imádkoznom. De miért, Andriska? Mert tudod, amikor te a háborúban voltál, vagy minden este imádkoztunk, érted? Minél hamarabb itthon legyél. Mondd, apukám, te is imádkoztál miért minden este? Én is, kisfiam. Én is. Néha lopva ránézek, figyelem az arcát, megrémülök. Van benne valami furcsa, különös idegen vonás, amit nem tudok megmagyarázni magamnak. A hangja is más. Kedvesebb. Szelide. Más. Megváltozott-e sok szenvedés között? Igen, azt tudom. De megváltozhatik egy hangja. Hát lehet az? Hát látod, hogy lehet. Ezen aztán igazán kár töprengened. Nem kártyázik, nem iszik. 2 hét óta nem volt a kaszinóban. Nem keresi fel a régi barátait, nem is érdeklődik utánuk. És... tudom, kit akarsz mondani. Istenem, hát őt is elfelejtette. Miért lenne éppen Ágnes kivétel? Nyugtalan. Félek ettől a nagy boldogságtól, ami így hirtelen rám szakadt. Hát, ha csak az alkalmat várja. És akkor minden előről kezdődik. Hát, barátom, veled mindent előről kell kezdeni. Eged alaposan fejbe sújtott az a gránát. Nem tudod megkülönböztetni a dohánlevelet a szopós malasztól. Összecseréled a heremagot a búzával. Ez is maga, az is maga. Igen, de micsoda különbség az árban? Majd csak belejövök. Könyveket rendeltem Pestő, szakkönyveket, újra megtanulom. Olyan is lesz, nem lehet ezt könyvből tanulni. A föld, ez a legszebb tudomány, abból megélni, legnagyobb tudomány. Bújj be! Tekintetes úr, kérem, itt vannak a barátai. Tetszik tudni, akikről már beszéltem. A Garzó Dénes tekintetes úr, egy-két is ember, de nagy ivós, nagy kártyás, meg a Bakodi Mátyás tekintetes úr, a nagyon szerény ember, nem iszik, nem kártyázik, eleget is tetszett mérgelődni miatt. Mindjárt jövünk, mondd meg az uraknak. Te, öcsém, nézd csak, én is akarok még valamit mondani. Hát ne képzeld ám azt, hogy én ingyen oktatlak, te ilyet? Óránként mennyit kérsz? Nem pénz kell nekem, te borjú. Egész. Mást kérek én tőled. Eddig nem ismertem vele előhozakodni, de most, hogy oktatlak, most én is megmerem mondani, hogy... Na, csak ki vele? A Róza. Te nem mered mondani, hogy őt is elfelejtetted? Anna már beszélt róla, tudom, miről van szó. Beleegyezni. Na, hallod? Ha egyszer Rózát akarod elvenni feleségül, hát nekem nincs jogom beleszúrni az életedbe, azt veszed el, akit akarsz. Elvégre nagykorú vagy, nem igaz? De milyen nagykorú? Te nem uradsz? Eszembe sincs. Ha egyszer Rózának a főztjét szereted a legjobban, hát akkor vedd el. Becsület szavad? Becsület szavamra beleegyezem. Te milyen jó ember. Adjon meg a jó Isten. Mit képes művelni egy emberrel? Egy ilyen randagrám. Van, akinek jót tett a háború, van, akinek rosszat. Pétert például elrontotta. Mátyásból ellenben derék ember csinál. Mert lássuk csak, Mátyás azelőtt nem ivott. Most a legnagyobb ivó. Azelőtt még csak nem is ismerte a kártyát. Most éjszakákon át zsugázik. Télen. Nyáron sajnos rövidek az éjszakák. De csak a régi vidám cimbora maradtál. Azért még se tudtad hozzám a képedet. Kutyába se veszed a jó barátaidat. Ne higgyék, sokat beszél magukról. Péter jó barát. Nem azért mondtam. Mátyás,
Kihül a leves, vár az asszony. Ja, mi az már, mentek? Hát, szóval eljöttök a kaszinóba. Nagy bál lesz, béke bál. Hát ez csak Annától fikai aka. Ne feledd el, Anna, a lelkem, hogy Péter fára. Nincs kipihenve. Ez a kis tánc nem fog ártani. Úgyis egész nap itt van. Nekem nagy kedvem van hozzá. Rendben van, akkor megyék. Te találtok is. Szervusztok. Szervusztok. Na hát ez meg mire való volt? Hát én meg akarom menteni a szituációt, én közbeszólok. Tudom, Tamás bácsi, köszönöm is. Elfeledted, úgy, hogy Ágnessel találkozhat, hát a bávon összeakadhatnak. Hát előbb-utóbb úgyis összeakadnak, legyünk túl rajta minél előbb. Szembe akarok nézni a veszéllyel. Jobb veszteni, mint élni ebben a bizonytalanságban. És hát, ha én nyerek, Tamás bácsi. Hát... Ezek hogy táncolnak? Kicsodák, kicsodák. Mi kérdezenek? Benelek Péter meg a felesége. Hogy sugdosnak. Hogy összehajolnak. Hát tessék, mérnek. Szabad. Hát persze, komédiáznak. Azt hiszik, hogy az emberek bolondok. Nem akarok neked bókolni, de ma gyönyörű vagy, Anna. Péter, én olyan boldog vagyok. Lesztemet érzem. Anitert, megmerném most itt csókolni? Itt mindenki előtt? Köszönöm, csak azt akartam tudni, hogy megmered-e tenni. De én olyan büszke vagyok rád, én olyan boldog vagyok. Az enyém van. Mindenki téged néz. Minden asszony beléd szerelmes. Hisz annyi csinos ember van itt. Mindig te voltál köztük az első. Valami bajod van? Mi történt? Semmi. Mint a kísértetet látnál. Kit nézel? Szabad egy valcert? Parancsoljon. Mit vagy olyan izgatott? Péter. Losonci Ágnes. Mi van a drágám, mint hogyha ismernék? Jobban vagy? Na gyere, fiam, így áll valami. Limonádét a feleségemre. Igenis? A nagyságos úrak egy pár pezsgőt? Nem, nekem is egy limonádét. Limonádét iszik. Komoly baja lehet. Péter! Péter, itt van Rozika! Megköszönhetjük a boldogságunkat. Kedves Róza, alig várom, hogy megízleljen világhíres főztit. Holnap este Rozikánál vacsorázunk, igaz lehet? Talán inkább nálam. Bár én nem tudok olyan jó főzni, mint te. Ennek semmi akadálya. Legyen két vacsora. Itt egy ott, igaz? Minden, kérlek. Bocsánatot kérlek. Írt egy ötten. Megkezdtük a verbit. Haj, ne haragudjatok rám, de én nagyon gyöngén játszom. Gyöngén? Te is gyöngén? Ugyan kérlek. Gyere. Na, menj csak kártyázni, drágám. Nem fogok unatkozni. Rózával maradok, jó? Na, hallod? Na, gyere, hallod. Rakott káposzta, utána pörkölt csirke galuskával, uborka salátával, sok tejszín tejszínvel, aztán kacsasült vörös káposztával, végül rossájnival, sok rossájnival, szellerleves, mit nézel annak? Tapasz. Utána ment, megnézel. Tapottad se? De szent, ha nem látnál, nem hallanál semmit. Parancsolj. Hát, parancsolj. Tessék. Ugyan én. Na, de kérlek, hát te vagy az öregem. Jó estét! Jó estét! Benedek Péter vagy. Ne komédiázzon! Jöjjön, beszélni akarok magával. Na, jöjjön! Miért nem köszönt, amikor bejöttem a terembe? De kérem! Azért, mert éppen a feleségével táncol? Amiatt még köszönhettem volna. Ezért vártam magára 4 évig? Se bánom, ha nem várt. Értem. Ez a maga stílusa. Mióta megtudtam, hogy hazajött, szóba se álltam senkivel. Miért nem állt szóba? Ilyen szép asszony. Kár. Meginozom, Péter. Azon a bálon 4 év előtt másképp beszél. Ezt a csókot ott a kertben el lehet felejteni. Azokat az éjszakákat. Úgy látszik el. Én nem emlékszem se bárra, se csókra.
másik kertre. Hazudik. Becsülöm. Én pedig nem mondok le magáról, mikor ma este megláttam valami szíven ütött. Szerelmesebb vagyok, mint 4 év előtt. Vigyázzon, kérem, figyelnek bennünket. Bánom is én. De én még bánom, ez nekem nagyon kellemetlen. Én szeretem a feleségemet. Tehát így vagyunk. Én. Úgy látszik, összetéveszt valakivel. Valaki ez nagyon hasonlít. Ilyen jól még életemben nem mulattam. Hogy mulattok? Kitűnően is, te hogy mulattál, Péter? Én is kitűnően. Anna, nem akarsz hazajönni szíve? Te talán igen. Unatkozom. Hát akkor menjünk haza. Furcsák itt az emberek, Anna. Miért furcsák, drága? Az ember már igazán nem tudja, mit gondolja. Úgy látszik, szívem, neked volt igazad. Miben? Hogy én csinos fiú vagyok. Éppen nézem magam a tükörbe, igazad van. Még abba is, hogy az asszonyok szerelmesek belém. Tudod, hogy kezdik beképzelt lenni? Mi történt? Egy őrült asszony kélek nekem rohadt, pillanatok alatt szerelmet val, csókokról beszél, meg valami kertről, és méghozzá micsoda dagályos stílusban csak hallottad volna. Szíven ütött valami, ilyeneket mondott. Meg akar csókolni, alig tudtam eltolni magamtól. Erre hirtelen megsértődik erről, és hallom, hogy azt mondja az embereknek, hogy jól mulat, hát micsoda. Milyen furcsák az emberek, drága. Miért sírsz, Anna? Én nem sírok, hiszen olyan boldog vagyok. Igazad van, drága, hogy itt milyen furcsák az emberek. Ezért még nem kell sírnod, drága. Szervusz, öreg! Na, hogy ízlik a házas élet? Barátom, nincs ennél szebb a világon. Én 60 évig nem is tudtam, mi az a boldogság. Meg tudlak érteni. De az a nász vacsora, meg az a nász reggeli. No, meg ami közte van. Az, az át! Jaj, te, azok a dunnyák! Az ember csak leteszi a fejt, az már alszik. Na, miért álltatok le? Fene tudja, mi baja van már megint. A gépés tegnap is bajlódott vele egy fél órát. Úgy látszik, valami nagyon komoly defekt van. Na hát telefonáljátok be Szegedre a mérnöknek. Igen. Vigyázz, megharap! Tesz a motorhoz? Nem tudom. Nem tudom. Érdekes, hogy mióta azt a gépet megjavította, azóta folyton csak rajzol. Bezárkozik az irodájába, és rajzol. Honnan tudja? Kilestem. Egyszer véletlenül nyitva felejtette az íróasztalának a fiókját, és tele volt rajzokkal. Ellopja az Andriskának a ciklit. Meg a vonalzóját, és rajzol. Ő, aki azelőtt egy vasvillát nem rajzolt, de most folyton motorokat rajzol. Furcsa. Nem találod furcsának?
Nem. Windben élt egy orvos, aki egyszer csak elkezdett írni. Szép irodalmat. Attól a perctől kezdve folyton csak írt, mint egy mániákus. Ezzel. Na, hát nem egészen. Schnitzler Arthurnak hívták. Nevem Schwarz Attila. Mondom, nevem Schwarz Attila. Örülök. Elhozta a könyvet? Mindent kérem, lássak. Tessék, parancsoljon, szépen. A differenciális integritás számítás, kérem, technikai szakmest, kérem, robbanó motorok, kis kézi könyve, kérem szépen. És itt legyen szabad megemlítenem Jókai Mór összes kiadása, egy vízkötésben, kérem szépen, aki a világirodalomnak a legtetején áll, kérem. Köszönöm, már olvastam. Pardon, kérem szépen, én most jöttem a Losonci tanyáról, ott azt mondták, hogy a nagyságos úr mindent elfelejt. A ne Jókai. Re, pardon, kérem. Itt van Madame a Pompadournak a újabb önvallomása illusztrációknak, kérem szépen, nem? Illusztrációs. Nem. Itt van, kérem szépen, Magyarország városai képekkel, kérem szépen. Itt van egy téli menetrend, tenisz szakkönyv, kérem szépen, illik vagy nem illik, hogy lettem az, aki... Az egy nagyon jó könyv, kérem, azt tessék megvenni, az igaz. Mi ez? Frog, mi az? Na mi legyen, hát az egy templom. Jé, a debreceni nagy templom. Hát ez... Ez... Csokonai színház. Istenem. Mennyibe kerül ez a könyv? Annak kérem a bolti ára 500 korona, hogyha vidékre szállítjuk, akkor 642-50 forint. Mennyibe szállítjuk? Igen. Anna édes alszó? Olvasok. Mondj, jártunk mi valaha Debrecen? Debrecen, soha. Furcsa. Nekem úgy rém. Járt itt van Pestről valami könyvügynök. Nagyon érdekes könyveket ajánlott. Tudod, a gépek mostanában nagyon érdekelnek. Szeretnék egy traktort venni. Nagyon kifizetné magát. Mit gondolsz? Vedd meg, drágám, a traktort. Igen, de nem akarom, hogy becsapjanak. Jobban vásárol az ember, ha látja. Utaztál Pestre, drágám. Válogatva. Igen, magam is úgy gondoltam. A jövő hónapban úgyis elszándékoztunk utazni Pestre. Hány színdarabot. De ezt nem akarom halasztani. A legjobb volna, hogyha reggel utaznék. Olyan sürgős? Nem, tudod, de ha fejezik valamit, ezt szeretném azonnal elintézni. És meddig maradsz? Legfőjebb 2-3 nap. A kályhához miért szükség kell másra? Pár debrecenit kérem másra. Na, köszönöm, valami italt kérek. Italunk nincs. Talán egy kávét föllel kérem másra. Jó, hozzon azt. Kérem. Az ott a napraforgó utca. Igenis, kérem ásan, az a napraforgó utca. Ötös szám, földszintes kis ház, muskátlik az ablakban. Minden ablakban van muskátli, tekintetes uram.
zöld kis kapun oroszlánfejű csöngő. Ki kell húzni a nyelvét. Ki lakik ott? Egy özvegyasszony lakik ottan, Pongrác Istvánné. Egyedül lakik. Egyedül. Nincs egy. Volt egy fia mérnök, Pongrác István. Elesett a háborúban. Igen. Elesett. Péter, én olyan boldog vagyok. A vesztemet érzem. Igen, elintéztem a dolgomat, azt mindjárt visszafordultam. Jaj, de jó. Gyere be. Aludj csak, szíve, majd holnap beszélgetünk. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Péter, én olyan boldog vagyok, ugye te is? Én is, szívem. Nagyon. Ez az igazság. Mindent elmondtam úgy, ahogy történt. Megértettelek, fiam, és megnyugtatlak. Nem tehetsz semmiről. Áldatlan vagy. Igen. De most már tudom, hogy ki vagyok. Boldoggá tettél egy szerencsétlen asszonyt. S hogy most megtudná az igazat, talán beleállna. Sokat tépelődtem, ez igen. Csak Főtiszent úr segíthet rajtunk. Beszélj világosabban. Ha egyszer elmennénk a templomba, és amikor ott térdelünk az oltár előtt, a főtisztelendő némán magában elmondaná ránk az esketési imát, megkérdezne minket a szívével, és mi a szívünkkel felelnénk rá. Majd megkérdezem, fiam, püspök urat. Árnyéka vagyok magamnak. Szegény Tamás. Na, ti ne sajnáljatok, mert Péter az oka az egésznek. Péter? De, és hát ő beszélt rá, hogy vegyem el Rózát feleségül. Egész nap csak verekszünk. Az volna kisebbik baj, de ennyi nem. Guplaltad. Már csak az árnyéka vagyok magamnak, csorti. Tamás! Itt az uzsonna! De gyönyörű hangja van. A nagyságos urat egy hölgy keresi. Özvegy Pongrácz Debrecenből. Vezess be! Bocsánat. Tisztán a felesége? Igen. Péter, kim van a föld? Minden pillanatban itt lehet. Parancsolj. Köszönöm. Tessék leülni. Köszönöm. Anyukám! Anyukám! Már megint eltűnt a vonalzom. Biztos megint apuka vitt el. Majd visszahozza. Na mutatkozz be szépen a néninek. Benedek András százados! Akár az apukája. Milyen helyes gyerek. Na, lefeküdni. Andris!
köszönni. Kezeit csókolom! Az éjszegé fiam is százados volt. Igen, Péter sokat beszélt róla, amióta vissza tud emlékezni. Hát az előtt nem tudott? Ne. Csodálatos dolog történt vele. Súlyosan megsebesült, gránátnyomást kapott. Attól a perctől kezdve nem emlékezett semmire. Még arra sem, hogy ő kicsoda. Még arra sem, milyen furcsa. Sokáig tartott, amíg rendbe jött. Amíg a kórházból hazaengedték. De hála Istennek, most itthon van. És nyugodtan és boldogan élnek. Végtelenül boldogan. Milyen szép itt maguknál. Milyen Igen, ez ő, amikor még bajusza volt. Kérdezitek ma! Csaba! Ön Benedek Péter? Igen. Megkaptam a levelét. Köszönöm. Parancsoljon, foglaljon helyet. Örülök, hogy megismerhetem, kedves barátom, az édesanyját. Megkérhetem, hogy beszéljen a fiamról? Pistával július 10-én találkoztunk egy kis osztrák kávéházban, ahol ültünk. Nem, néni, arról szó sem lehet. Velünk marad. Nem engedjük többé vissza. Mit is csinálnál egyedül apa Debrecenben? Mindjárt szerettünk, különösen Péter. Érthető, hisz a legjobb barátja anyja vagyunk. Én is kérem, maradjon veli. 10 óra elmúlt, jó lesz lepihenni, biztosan fáradt vagy az utazástól. Köszönöm, hogy olyan szívesen invitáltok. Ha nem zavarok, hát itt maradok néhány napig. A kis kerti házba már be is rendeztünk egy kis szobát, hogy egyedül maradhasson, amikor akar. Ugye, Anna? Anyám, bocsáss meg, neked, bocsáss meg. Mit bocsássak meg, kisfiam? Nincs mit megbocsátanom. Hát, te megismertél. Hiszen az anyád vagyok. És mindent tudsz. Minden. Rólatok. Nem kell magyaráznod. Én minden, de minden megértek. Anyám, te nem tudod, hogy milyen boldoggá tettél. Napok óta nem alszom. Féltem ettől a találkozástól. Nem tudtam, hogy hogyan álljak elé. És te itt vagy, és mindent megértesz. Szavak nélkül. És itt is maradsz, ugye? Nem, Pistukám. Nem maradhat. Itt csak zavarnék, és Anna is előbb-utóbb megtudná az igazat, pedig Annának nem szabad megtudni soha semmi. Én visszamegyek majd Debrecenbe. Azt a pár hátralevő lélem a mi kis házunkba. Estén majd beleülök az öreg hintaszékbe, és rád gondolok. Az én drága kis fiamra, akit megtaláltam. És soha többet nem mondhatom neked azt, hogy anyám. De igen, ha egyedül leszünk, mások előtt maradjak csak
pongrácni. Mennek a templomba. Kezét csókolom. Kezéket csókolom. Ebédre visszajönnek. Halló, halló, itt vagyok, itt vagyok. Tisztelt család, óriási pletykám van. Óriási pletykám. Életem legboldogabb napja. Február 20-a 12:30 most halangoznak ebédre. Óriási pletykám. Jaj, ilyen boldog, sosem. Új élet hajnal a virat. Elválok Rózától. Ja. Jól esik látnom, hogy boldog vagy, Anna. Az egész életem megváltozott. Amióta a Péter megváltozott, ugye? Szereted ezt az embert? Igen. Na jöjjetek, hát osztatlak benneteket. Patis et filii, et spiritus sancti. Amen.